Ceglédi Zoltán a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Szeretem, hogyha az eltérő véleményeket lehet ütköztetni, hát most éppen ütköztetni nincs mód, mert nem ülnek több elemzők itt az asztalnál, de a héten viszont volt módom több elemzővel is beszélni. Mást mondtak, mint ön. Tehát zseniális húzásról beszéltek, már kormányzati kommunikációs szempontból, politikai termékről, az ellenzék hihetetlen szerencsétlenkedéseiről. Egyik megállapítást sem osztja? Hát a zsenialitásról szólva szerintem pont az előbb, ugyanebben a székben láttunk példát a zsenialitásra. Sajnálom, hogy nem volt alkalmam személyesen megválaszolni azt a kérdést, hogy olyan a szír menekültek, miért nem Amerikában kérnek menedékjogot. Hát egyébként azért, mert oda nem tudnak elgyalogolni. Tehát ez egy komoly fizikai korlátja annak, hogy illegális bevándorlóként jelentkezzenek, nem tudom, New Yorkban. Egyébként meg az a helyzet, hogy ez picit olyan, mint amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy hatásos-e egy gyógyszer. Ahhoz mérten tudjuk megítélni, hogy azt a gyógyszert mire írták föl. És mindenki, aki most oly nagyon el van ájulva a Fidesztől, az jó, ha egyrészt ránéz a közvéleménykutatásokra, mert ott egyelőre még ezt a zsenialitást nem igazolták vissza a számok, a tekintetben, hogy megugrott volna a Fidesz támogatottsága. Na, de szaktársai azt mondják, az is nagy eredmény, hogy megállt a zuhanás a népszerűség. Ugye az volt a cél fél évvel ezelőtt, hogy a Fidesz kitaláljon abból a zsákutcából, ahova tavaly ősszel manőverezte magát. Azt tapasztalta a Fidesz, hogy a szavazói bázis az folyamatosan romlik-bomlik, és mennek át az emberei a Jobbikhoz. És elkezdte keresni annak az ellenszerét, ami akkor történt, megpróbálta megoldani, hogy ezt a fogyást megállítsa. Nem volt olyan deklarált cél, hogy akkor hirtelen még ugorjon is egy nagyot. Be akarta húzni a kéziféket. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor ez sikeres vállalkozás volt, de nem történt több, mint hogy sikerült átmenni bizonyos szempontból a Jobbik tér felére. Most ha, és nem utalok vissza többet az előző beszélgetésre, de ha megkérdezném önt, hogy most itt egy jobbikos politikus volt, ült volna, miben mondott volna mást ezekben a kérdésekben, mint a kormányt képviselő fideszes politikus? Abban kérdeztem én már Vona Gábort pont a menekült kérdés ügyében, és szándékoltan az is volt a meghívásnak a címmondata, hogy azért hívtuk meg adásba, és azt is kérdeztem tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy a Fidesz kiénekli a szájából a sajtot, és érzi-e, hogy kiénekli a szájba, és mondta, hogy nem, mert hogy ők ezt már évek óta ugyanazt mondják, tehát őket most nem lehet beelőzni, mert hogy ők évek óta jelezték már, hogy gond van a határon, gond van a menekült táborok környékén, és ők egyébként meg más mondanak, mint a Fidesz, nem kerítést, hanem határőrség visszaállítását, ne lakott területen legyen, tehát hogy nekik vannak ötleteik egyébként, nincsenek felháborodva, hogy a Fidesz miért erről beszél. Oka van annak azért, hogy a nyilvános csörtékben ez a fajta különbség ez nem igazán tud megjelenni. Azért a befogadó számára nem olyan nagy különbség az, hogy az egyik az azt mondja, hogy akkor határőrségre van szükség, a másik meg oda vezényli a honvédséget, a katonákat, és azok még kerítést is építenek. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy két teljesen más politikát látunk ezügyben. És pont ezért korlátos az, amit a Fidesz most csinál. Mert ez a mostani nyomulás nagyon-nagyon sok pénzből, nagyon sok energiával, úgyhogy az összes egyéb kormányzati feladatot félretették, tehát semmivel nem foglalkoznak egyébként látható módon, most ez van, ez a kormányzás. Ez arra valóban alkalmas, hogy a Fidesz Jobbik között pendiző szavazók azokat megtartsa a Fidesznél. De arra az alapproblémára nem ad választ, ami miatt ez az egész probléma fölállt, ez az egész öndefiníciós válsága a Fidesznek. Hogy mi a Fidesz. Ugyanis tavaly ősszel ezzel a kérdéssel kellett szembesülnie, mert éppen nem volt ellenfél. Ugye megnyerte az összes lehetséges választást, a minden poszton az ő emberei voltak, maradtak, lettek, és kormányozni kellett volna. Elmondani, hogy pozitív módon miért jó az, hogy a Fidesz kormányon van, hiszen az már mögöttünk van, hogy akkor már megint nem sikerült a baloldalnak visszajönnie, hogy megtartották a fővárost, hogy az ő embereik vannak mindenhova pakolva. És hát ez olyan hihetetlen jó ötleteket tudott kipörgetni magából, hogy mi a Fidesz, mint a gyerekek drogtesztelése, meg az internetadó. Teszem hozzá az előző kapcsán, azért érdemes lenne akár Rogán Antalt, akár Gulyás Gergelyt megkérdezni, mert ugye az ő feladatuk volt az egyik, mint komoly kezdeményező, a másik pedig, mint megbízott kidolgozó, hogy az idén tavasz elejére ígért drogtesztelős ügyel mi van. Az Kocsis Máté volt, nem Gulyás Gergely. Kocsis Máté volt az, aki kiírta a Facebookra, Rogán Antal volt az, aki sajtótájékoztatón beleállt, és arról értesítette a nagy érdeműt, hogy ő egyébként a saját gyerekeit azonnal
azonnal le fogja szűrni, mert hogy ez nagyon font. Teszem hozzá, ugye ez nem egy melanoma, tehát nem arról van szó, hogy meg kell nézni nagyítóval egy anyajelet, hogy van-e benne gond vagy sem, hanem drogfogyasztásról beszélünk, ez nem egy betegség, és a szülőnek valószínűleg inkább beszélgetni kell a gyerekkel, nem pedig orvossal vizsgáltatni. De ami ennél fontosabb, Gulyás Gergely kapta az feladatul, hogy a megfelelő fórumokon kidolgozzák ennek a kereteit, és ez hónapokkal ezelőtti határidővel volt egyébként, de ez eltűnt. Maga a miniszterelnök mondta a rádióinterjúban, hogy ez a legfontosabb kérdés, ez a legfontosabb harc, ugye mindig harcolunk, akkor a drogmafia ellen harcoltunk, és aki ebben nem áll bele, az a drogmafiát támogatja. Na, úgy néz ki, hogy fél éve most már a kormány is támogatja a drogmafiát, mert egy büdös szó nem hallik arról, hogy drogtesztelés lenne. Most éppen ez a sztori van, hogy ezek az attitűdvizsgálatok, amik a társadalom véleményét különböző kérdésekben mérik, azok ugye nyilván bemutatták korábban azt halálbüntetés ügyében, amit szerencsére szintén ejtettek, drogügyben, hogy mit gondol a többség, és ugye a menekültekkel, bevándorlókkal kapcsolatos attitűdből kiindulva, meg a Charlie Hebdo tragédiára rárepülve, tudták ezt kidolgozni. Tehát akkor maradt ez az összes felvetett téma közül, tehát, de ez egy önigazolás, vagy öndefiníciós válság? Ez egy öndefiníciós válság a Fideszben, ugyanis, hogyha most megkérdezni... Nem kormány, nem is tudom, tehát kormányzati ötlettelenségnek, vagy kormányzó képesség csökkenésének hívjuk, ez ön... Az egy következmény. Megvalósítás? Az egy következmény. A magyar politika, és szinte minden politikai párt, egyébként már a Jobbik is kezdett be belecsúszni, a cukiság kampányt elindították, nagyon homályos kontúrokkal szokta saját magát megrajzolni. Nem hajlandó kiállni és azt mondani, hogy én kérem, szociáldemokrata vagyok, és utána annak megfelelően is cselekedni. Mindig a végén kezdik. Azt nézik meg, hogy milyen üzenetekkel lehet a hatalmat megszerezni, vagy megtartani, vagy a hatalmukat növelni. Tavaly az összefogás is ezért bukott el, mert csak az volt az üzenet, hogy hatalomra akarunk kerülni, az meg ugye egy egyszerű választópolgárnak nem egy hívószó, hogy akkor most ő akar a főnök lenni neki, az a hívószó, hogy milyen adórendszert, milyen oktatást, milyen egészségügyet és hasonló dolgokat kép, milyen jövőt, milyen Magyarországot képzel el. Erről ma a Fidesz igazából semmit nem mond, mert az nem mond semmit Magyarországról, illetve ad egy lesújtó értékelés, de az itt töltött időről, arról, hogy milyen minőségű dolog ma magyarnak lenni, nem mond semmit, hogy fölépítenek a határon. Hát, mert most kerítést. Más a munka, most meg kell védeni a magyarokat. Ugye ez egy ilyen jótékony paraván általában a Fidesznél, hogy mindig kell valami konfliktus, és most azért nem lehet ezt meg azt megoldani, pozitív dolgok azért nem történnek, mert most megint támadnak minket jobbról, balról, délről most éppen, és ezért ezzel kell foglalkozni. És ugye amikor van egy ilyen katasztrófa, vagy a katasztrófának az érzete, az illúzió, ugye a Farok csóvája című film az pontosan erről szól egyébként, hogy egy kamu háború a világ másik végén az alkalmas arra, hogy ne az elnöknek a botrányáról beszéljünk. Itt is picit ez történik, és azért mondom, hogy ebben növekedési potenciál nincsen, tekintve, hogy új szavazókat megszólítani azzal, ami történik, az nagyon nehézkes, hiszen a bizonytalan szavazó azért bizonytalan szavazó jelenleg, és ugye az egyetlen fontos szám talán a legutóbbi tárképkutatásban az a plusz 5%-ponnyi bizonytalan szavazó, amivel ugye növekedett a bizonytalanok tábora, az arra vár, hogy neki mondjanak valami azonosulásra okot adó üzenetet, hogy mondjanak valamit a jövőről. És amíg ezzel adósak a pártok, mondom szinte minden párt, különböző mértékben, de minden párt, addig ezekből a tagadásokból csak azt látjuk, ami most kialakul, hogy elfordulnak a politikától az emberek, és csak a hívők maradnak meg. Igen, hát ezzel adósak a pártok, de ezek a politikai üzenetre várások, vagy ez a politikai üzenetre várás című történetünk, de addig, amíg a Fidesz uralja a kommunikációt, például a menekült kérdés és annak kezelésével, addig nincs is esély politikai üzenetre várni, vagy azt megkapni a többiektől, mert a többiek meg felelgetnek erre a menekült kérdésre. Nem? Tehát, hogy ha a Fidesz diktál, akkor úgyis az van a kommunikációs szinten, amit ő akar. Akkor viszont a kedves választó hiába várja azt, hogy csak küld nekem valaki már valami politikai üzenetet a menekülteken kívül, nem fog senki küldeni neki. De akkor küldjön a menekülteken belül. Tud ma olyan pártot mondani, amelyik azt mondta, hogy nem kevesebb, hanem több bevándorlóra van szükség? Tehát, hogyha arról beszélek, hogy ellenzéki pártok, akik egyébként, mint égen a csillag, annyian vannak, ugye, és fontosnak tartják, hogy a különböző pártok nem ugyanazt képviselik, ezért is bár összefogtak, de most már külön vannak. De egyik sem merészkedik odáig, hogy ne ossza a Fidesz alapkijelentését. Minden ilyen ügyben a Fidesszel szinte egyetért, csak én máshogy. Én is csökkenteném a rezsit, csak én máshogy. Én is problémának tartom a menekült kérdést, csak én nem lennék ilyen gonosz vagy szigorú ez ügyben. És egyik sem mondja azt, hogy egyébként Európa lakossága fogy,
fogy a magyar, aki meg esetleg Magyarországon született, és mondjuk képes arra még, hogy egy orvosi diplomát szerezzen, az jó eséllyel Londonban fog már praktizálni, de ugyanez igaz a jó szakemberekre is, az ő szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettségével. Ez nem lenne népszerű, nem gondolja, aki azt mondaná? Na de miből épül föl a politizálás? Tehát, hogy megint ugye azt mondtam, hogy mindig a végén kezdjük. Az önkérdése is arról szól, hogy hogyan lehet 50% plusz egy szavazatot szerezni valamivel, de hát a politikát nem így csináljuk. A politikát azt úgy csináljuk, hogy nekem van egy elképzelésem a világról, keresek hozzám hasonló embereket, amiben egyetértünk, arra azt mondjuk, hogy létrehozunk valamiféle szervezetet, szövetséget, a közös gondolatainkat egy úgynevezett pártprogramba öntjük, és azt mondjuk, hogy ezek vagyunk mi, programja már nagyon régóta komolyan vett programja egyetlen pártnak sincs, és azt mondom, hogy jó napot kívánok, kedves magyar emberek, aki ezzel egyetért, arra számítok, és elindulunk. És nem hát a végén kezdjük. Nem ezt csinálta Bajnai Gordon? Bajnai Gordon legelső, de és nem akarom őt szegényt bántani, mert ugye nagyon messze van már, de hát Bajnai Gordon pont a végén kezdte. Még nem tudtunk semmit arról, hogy ő mit akarna egyébként, ha Orbán Viktort leváltanák, és ő miniszterelnök lenne, arról már nagyon hosszan tudott beszélni, hogy akkor pontosan milyen konstellációba kéne a pártoknak mögé nem állni. Nem igaz, hát az általa hozott alapítvány az sokkal korábban kezdett el működni, mint hogy kiállt volna. Na de a haza és haladás egyébként valóban színvonalas anyagai, azok egy szűk réteget értek csak el. Bajnai Gordon politikába való belépése, az a nagy beszéd volt az Asztóriánál, amikor azt hiszem épp a Milla színpadára ment föl, és a fontos üzenete, ami a szavazóhoz eljutott, az volt, hogy akkor ő most tesz egy ajánlatot az LMP-nek, ami hálásan ketté szakadt ennek következtében, és jött utána az összes hír, ami ezzel kapcsolatban, Bajnai Gordon politikai tevékenységével kapcsolatban volt, az arról szólt, hogy akkor most pontosan mennyire hajlandó összefogni, és most melyik tárgyalásra mennek el, hogy ez közjogi, de elmennek, ez gazdaság, de nem mennek el, ami az embereket marhára nem érdekelte egyébként. Önmaga paródiájává vált az egész, mert azt a legfontosabb történetet felejtették el az egészből, hogy a szavazónak nem az a fontos, hogy akkor a negyedik helyen lesz a kispiroska, és Zuglóban melyikük indul, hanem hogy neki miért lesz jobb, hogyha rászavaz. És akkor most a bevándorlás kérdéssel, a menekült kérdéssel az lenne a kiút, az a párt tudna hosszú távon még politikailag is építkezni, aki azt mondaná, hogy már pedig próbáljuk ezeket az embereket, akik itt akarnak maradni, segíteni, beilleszkedni, hogy találják meg nálunk a hazájukat? Ez megint technikai kérdés. Az a párt tudna építkezni, amelyiknek lenne egy határozott ideológiája, és ahhoz mérten viszonyulna a menekült kérdéshez is. Egy konzervatív, mérsékelt jobboldali párt, az valószínűleg nem lesz soha olyan bevándorló párti, mint amit egyébként mondjuk egy liberális, vagy pláne egy új baloldali párttól elvárna. Nem miért? Hát egy konzervatív keresztény szellemiségű párttól, politikától várná el az ember azt, hogy hú, hát akkor ne tovább küldjük, ne elzárjuk, hanem hát jöjjön, és akkor próbáljunk valami megoldást találni. A konzervatív nemzetpolitika az inkább azért arról szól, hogy szigorú bevándorláspolitika, és miközben valóban van ez a keresztény szociális vonal, ami arról szól, hogy segítsünk az elesetteknek, de azért alapvetően konzervatívnak lenni az például ezügyben is sokkal szigorúbb álláspontot jelent. De tényleg szerintem alapvetően ez a megfejtés, hogy döntsék el, hogy kik ők, hogy hogyan viszonyulnak. És ez igaz a magyarországi romáktól kezdve, még egyszer mondom, a több biztosítós egészségügyön keresztül a tandíjig bármire. Én most meg nem tudnám mondani, hogy például tavaly az összefogás az a tandíj ügyében pontosan milyen állásponton volt. Külön-külön egyik másiknak volt néha egymásnak is ellentmondó nyilatkozata. Ezt is mondták, hogy összefogás van, de a pártoknak különböző témákban eltérő a véleménye. Én még emlékszem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.